Hello mindenkinek! Tudom, hogy már amióta ide költöztünk, aminek lassan egy éve már akkor megígértem nektek a kreatív sarok bemutatását, meg ugye kifejtését, mivel már másfél éves korától megvan ez a kreatív sarok. És ugye már elmúlt kettő, úgyhogy ma kifejtem nektek, meg ugye megmutatom, hogy nekünk milyen kreatív dolgaink vagy kézügyességi dolgaink vannak a kreatív sarokhoz kikészítve. Úgyhogy, ha érdekel, kíváncsiak vagytok, szeretnétek inspirálódni, akkor tartsatok velem. Nos, kezdjük ott, hogy először is azért fontos egy gyerek számára egy kis asztal székkel, mert gyurmázni nem lehet a földön. Zsírkrétával rajzolni nem lehet a földön. Ragasztani, vágdosni formákat nem lehet a földön. Valamint nálunk a 10 órai, az csak néha, az leginkább a nagy asztalnál van, viszont az uzsonna az mindig itt van a kis asztalkánál. Ez azért is jó, mert megtanulják, hogy nem csak csücsülve fogyasszuk el a kis asztalkánál az uzsikát. Nem szaladgálunk az ételen, mondjuk nálunk amúgy sem divat, tehát megvan, hogy vagy ennél az asztalkánál ülhet le enni, vagy a rendes asztalnál kanapén nincs evés, meg össze-vissza. Ez egyik, hogy megtanulják az étkezést, tehát ezért nagyon jó egy kis asztalka meg szék, mert ugye az étkezést is tudjátok ahhoz kötni, hogy nem mindig ülve, a nasi is mindig ülve, nem szaladgálva. Valamint, miért kell kreatív sarok? Azért, mert nem jut eszébe akkor zsírkrétázni a falra, nem jut eszébe gyurmát ragasztani a szőnyegbe, ilyesmi. Ez a tevékenység, a színezés, a gyurmázgatás, a ragaszgatás, a bármi ilyen úgymond koszos tevékenység, az igenis itt van a kis asztalkánál csücsülve. Lehet, hogy az asztalka olyan, mert nálunk is azért megy a nyomda, festéke, ahogy az ujjával nyomdázik, mert ugye legelőször kézzel nyomdáztunk, és azóta már vannak ugye a kis nyomdáink. Tehát ez benne van a pakliba, de ez erre van. Azért van ez alatt egy ilyen szintén nagyon olcsó kis szőnyegecske, mert szintén ez, ha beletapad a gyurma, nem bánom, ha összefirkálta volna, de nem firkálja, nem bánom. A falra is ezt azért vette neki a nagymama, hogy eszébe se jusson, hogy zsírkrétázzon a falra, vagy ilyesmi. És hála Istennek, nekem szépen ezt meg is tanulta, úgyhogy nem is kérdőjelezi meg, és nem is jut eszébe, hogy ezen az asztalon kívül bárhol máshol tevékenykedjen ezekkel a dolgokkal. Mint mondtam, ezt kifejtem nektek, ez végül is Amazonról rendeltem, szívesen megadom a linket, nagyon sok fajta van, van dínos, van vízi állatos, ABC tanulós, számok tanulása, szafari állatos, én a bogarast vettem meg, nagyon-nagyon sok bogár jön vele, van még, tehát ezt rotálom. Egyébként is tudjátok, mindig kifejezem minden videóban, nagyon fontos a játékok, tevékenységek rotálása egy baba, egy kisbaba, egy gyerek számára, mert megunják. Úgyhogy ezt mondom, Amazonról rendeltem, és ilyen tépőzáros. Igaz, hogy nagyon kis olcsóan ragasztották hozzá, amikor jött Amazonról, tehát nyilván leestek róla, de hát simán vissza lehet rakni, vagy vissza is ragaszhatjátok, de én inkább ezt választottam. Úgyhogy szépen ő teszi fel a kis rovarokat, vagy madárkákat, vagy ilyesmi ide, és ő rendezi be. Valamint ez nagyon jó volt nekünk, vagyis még mindig jó, beszédfejlesztésre. Valamint ez szintén egy activity, és nagyon kedvessé is teszi, barátságossá, hívogatóvá ezt a kreatív sarkat, imádja használni másfél éves korától, tehát azonnal
tetszett neki, pedig még alig ért le a lába a székről annak idején. IKEA-s amúgy az asztalka, meg a szék is. Nagyon-nagyon jó áron van. Ez is IKEA-s, mondom, ez a szőnyeg. És akkor nagyon fontos, hogy a kreatív sarkunk mellett legyen olyan polc, vagy olyan szekrény, amin prezentálni lehet a tevékenységet, és oda mindig rotálni, úgyhogy tudja, hogy oda visszamegy a tevékenység, miután nem használja, szépen visszarakja, vagy onnan veszi elő kedvére, amit szeretne. Az elején nagyon sokat leültem vele, együtt csináltunk mindent, viszont ma már vissza is rakja, elő is veszi, tehát nagyon ritkán kér meg, hogy anya, te is csücs. Ennyi tevékenységünk van, és itt van a többi, innen veszem ki. Igen, szerintem fent az emeleten nincsen egyáltalán. Ha elfelejtek valamit, majd próbálom beletenni a fotót, vagy valamit a videóba, de szerintem minden eszembe van. Kezdjük akkor, hogy mi van ebben a dobozkában. Ebben van két kicsi foci kapu, mert neki van olyan játéka, ami az fenn van egyébként, hogy így kézzel kell tolni egy focikorongot, és azt tudod játszani parkettán. Tehát neki ahhoz van, viszont mi nem arra használtuk még másfél évesen meg babakorba, hanem ugye pompomok, csak ajánlani tudom a színes pompomokat, nem csak azért, mert majd később szint is lehet meg számolást tanulni vele, hanem mert ez már babakorban, felügyelet mellett nyugodtan lehet adni nekik, nagyon-nagyon-nagyon sok mindent lehet pomponnal csinálni. Eszméletlenül sok mindent. Lehet mi, amit leginkább imád nekem, mai napig, de kiskorában még jobban szerette, hogy ugye dobozba, vagy bármilyen tartóba csipesszel megfogni. Ehhez egy nagyon jó, fejlett, finom motor kell ahhoz, hogy egyáltalán a csipeszt tudja használni. Tehát előtte kézzel, és akkor szépen megtanult a csipesszel, de például nyáron vödér vízbe vannak a pompomok, és ki kell halásznia őket, mondjuk egy merőkanállal például, vagy szűrőt adok neki, tök mindegy. De nagyon sok más dologra is lehet használni a pompomokat, tojástartóba is lehet őket rakni, nagyon sok tevékenységet lehet, tehát ez mindenképp legyen otthon szerintem. Amire mi még használjuk a pompomot, mert mondom, vannak ezek a kapuink, beteszek ide nektek szívesen videót, de van biciklipumpánk, és a pompomokat azzal fújjuk be a kapuba. Tehát nem csak simán szájjal, de hozzáteszem, szájjal is szokta ezeket a pompomokat fújkálni, az is játék, de azt úgy szoktuk, hogy az asztalon van a kapu, lerakunk pár darab pompomot, inkább a nagyobbakat, na mondjuk nem, néha kicsiket is, mindegy, és be kell fújnunk. És akkor én is vagyok egy kapuval, meg ő is, mert most már nagyon ügyes, kiskorában ugye inkább csak egy kapu volt, hogy legyen sikerélmény. Tehát vagy ennek segítségével juttatjuk el a kapuig, vagy pedig szájjal fújva. Ezt lehet a földön, vagy lehet ugye a kis asztalkán játszani. Úgyhogy ez. Gyere, itt a tiéd is. Tessék, fújjad, vagy ezzel fújhatod, mindegy. Na, próbáld meg. Már majdnem bement. Csak tartsd lejjebb, azaz. Na, az enyém jobban működik? Ebből amúgy kettő van, most nem tudom, hogy hol van a második. A zsírkréták vannak még itt. Még mindig ezeket a vastagokat használja, pedig gyönyörűen fogja a ceruzán, de most nem szeretném őket kidobni, csak azért, mert már szépen fogja a ceruzát. Úgyhogy ezekkel szokott színezni. Ha már színezés, akkor utána folytatom a többit, de akkor előveszem. Mi nem veszünk színes könyveket, vagy ugye csak simán papíron firkál, rajzoltok, mindegy. Nem veszek kifestőket, meg semmi, hanem nyomtatom az internetről, és össze csipeszelem őket.
Úgyhogy most nálunk nagyon nagy bingfanmánia van, meg ugye a verdák. És akkor gombát kell rajzolnom, vagy hóembert, azt is itt szépen rajzolja, színezi. Nagyon-nagyon szereti ezeket, meg jó, mert mindig olyat nyomtatok, amit ő kiválaszt. Úgyhogy laptopon vagy tévén megmutatom neki, hogy melyiket szeretni, kiválasztja, és azt a képet nyomtatom ki neki. Ez csak a zsírkréta miatt akartam kifejteni, egyébként jöjjünk vissza ide, gyurmakészlet, neki még csak ez van, amit... Igen, ezt is másfél évesen kapta, mert tavaly kapta húsvétra a nyuszi hozta neki, úgyhogy ez a Play-Doh-nak az első, az én első gyurmakészletem, az angolul a neve, és ezzel bőven el is vagyunk még. Tehát még nincsen, de már tervezek, mert most már azért több mindent szeret kreatívoskodni vele, úgyhogy majd tervezek még szettet, de egyelőre mondom, ez a gyurma szettünk van. Aztán ezt most hozta neki a karácsonyfa alá a Jézuska. Ez egy nagyon-nagyon jó játék, amit együtt lehet játszani a szülővel vagy a kis barátaival. Lenyomod a fogakat, és randomszerűen összecsap a száj. És akkor elkezd nevetni, és kezdünk újra. És megint nyom, egyet te nyomsz, egyet ő, egyet te nyomsz, egyet ő. És mentek, és egyszer csak rácsap mindig a valamelyik őtök kezére, és hát ez eszméletlenül nagy sláger. Ez simán mehet másfél éves kortól is akár, de ő most kapta, mondom, 2 éves kora körül a karácsonyra. Következő dolog, amit készítettem neki, az pedig az, hogy karton papírlapokra kinyomtattam neki színesbe 3 színsablont, meg van egy kék, most ha nem találom meg egyből, de megvan, jó, meg van egy kék. És végül is csak annyi a feladat, hogy ugye, ó, ez egy kék pohár, vagy bögre, mindegy, hova megy a kék bögre, ide, Katica bogár, milyen színű, piros, akkor az a piros alá, brokkoli zöld, az a zöld, a zöld színű, alma, milyen színű az alma, zöld, és akkor van jó néhány kártya mindegyikhez, és akkor olyan szín alá kell tenni, csoportosítani. Ez még nagyon-nagyon nem megy neki nyilván, tehát még gyakoroljuk, de mivel olyanok is nézik a videómat, akiknek már idősebb totyogósai, vagy idősebb gyermekei vannak, ez nagyon jó tevékenység, akár 4-5 évesen is élvezik. Ehhez is van... PDF fájlom, nyugodtan szóljatok, és szívesen átküldöm, ezt azt hiszem úgy hívják, hogy Montessori színek. És akkor csak a sablont nyomtattam ki színes nyomtatóval itthon. Egyébként is, ha van gyereketek, érdemes beruházni nyomtatóra, mert nagyon sok mindent olcsóbban meg tudtok oldani, meg hát sokkal több mindenetek van így otthon a gyerek számára. Jó, most mindegy, ezt nem rakom vissza. A következő az a nyomdánk. 2 szín bőven elég ebbe a korba, bőven, sőt, én még ki sem nyitottam a kéket, mert egyrészt nagyon keveset használja, még mindig jobban élvezi, hogy az ujjait használja. Úgyhogy csak a piros van nekünk, és akkor szépen ebbe beleteszi a formát, és ugye kinyomjuk a papírra. Ezt is a Jézuska hozta neki most. Azelőtt csak szín volt, és szintén csak ujjal, de mondom, most már vannak ilyenek. Élvezi, csak még nem nyomja le így, hanem még csak így csinál. Úgyhogy még nem érzett rá teljesen a nyomdázásra, de van ilyen kis nyomdácskája is. Egyébként tetszik neki, és nagyon érdeklődik. Meg hát ez nagyon jó, mert fiús neki. Hogy ebbe hajó is van, de repülő is van, minden van. A kifestőt azt említettem.
kapott, a Mikulás bácsi hozott neki egy, hát ez olyan, mint egy tablet, és akkor jön egy ceruzával, vagy tollal, mindegy, de ez amúgy veszi az ujjad is. Tehát bármivel lehet rajzolni, jön egy nagyon vékony tollacskával, és akkor szépen lehet rá rajzolni bármit, és akkor utána le lehet csak simán itt megnyomja, és letörlődik, és lehet megint alkotni. Ez nagyon jó, mert ezt most is például, mikor repülünk Magyarországra pár nap múlva, szépen csak berakom a kis védőizéjébe, bedobom, és a repülőn elő tudjuk venni, meg autóba is használjuk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon szereti, ezt szintén csak ajánlani tudom. De megvan nekünk a mágneses is, csak azok nagyobbak, meg azon nem lehet ennyire kis pici, odafigyelős dolgokat is rajzolni, mert ez aztán még 4-5 éveseknek is buli. Következő, amit itt tartunk a kreatív sarokban, és szépen az asztalhoz ülve szokta használni, vagy ezt szintén szoktuk kocsiba is magunkkal vinni, meg most viszem repülni is, az ez a vízzel festős színező. Ez azt jelenti, hogy ez azért jó, mert ha nektek nagyon nem akarja betartani a szabályokat még a gyerek, hogy a zsírkréta nem mehet falra, meg semmi nem mehet falra, akkor ez víz. Vízzel működik, kicsavarod, betöltöd a tartályba a vizet, és gyönyörűen a víz előhozza a színeket. Megszárad, és újra lehet használni. Tehát egyrészt nagyon jó befektetés, mert akárhányszor lehet használni, másrészt pedig, mint mondom, a kreatív sarokban, az asztalnál is szépen lehet használni, meg ugye utazásnál, autóútra is le lehet kötni a gyereket vele. Ebből amúgy majd akarok még venni többet, mert ez az első neki. Ezt születésnapjára kapta, ha jól emlékszem. Jó, a következő az matrica album. Volt olyan is, ami egyszer használatos, ez viszont nekem szimpatikusabb, hogy olyan felületű az összes oldal, hogy tapad rá a szilikon karakter, de ez nem ragad, hanem csak csúszásgátló a papír, látjátok? De annyiszor veszed fel és teszed le, amennyiszer szeretnéd, mert a papír felülete meg ez olyan, hogy ott marad rajta. És akkor ezt is szépen leveszi, oda teszi a kis karaktereket, ahová szeretné. Ha már nagyobb a gyerek, simán ajánlom akár hosszabb autóutakra. Nekem az lábánál lenne még az összes matrica, úgyhogy nálunk még nem aktuális ez a része. És akkor innen veszi fel egyébként ezekről az oldalakról a matricákat. Úgyhogy ez szintén jó befektetés, mert csak egyszer kell megvenni. És valami 30 darab matricával jön, szóval nagyon-nagyon tudom ajánlani ezeket is, de mondom, mindent szívesen szóltok, és belinkelem nektek. Meg akkor ilyen van még Dominiknak, bár ez a legrégebb, vagy a legújabb családtag, úgymond, itt a kreatív sarokba. Ami jön egy filztollal, tehát ezt nélkülem nem, és próbáljuk gyakorolni egyébként a vonalvezetést. Ez végül is olyan könyv, hogy ilyen fényes felülete van, tehát fog rajta a filztoll, de utána csak simán le lehet törölni. És akkor például próbálja meg lerajzolni a kört a pontok segítségével, összekötni a pontokat, persze még nem megy, még leginkább csak firkálgat, megélvezi, hogy utána letörli.
De például megkérdezem, ó, mit rajzoljunk mondjuk Bin kezébe, és akkor mondja, hogy mit tudom én, Luffy-t, vagy nyalókát, vagy nem tudom, meg ugye élvezi, hogy letörli. De például, ha nektek már 3 éves elmúlt, akkor ez például még jobb, nagyobb korosztálynak. Úgyhogy nagyon-nagyon jó kis munkafüzet ez is. Ide például cseppeket kell rajzolni, itt papírsárkányt, vagy napocska, felhő, sok mindent lehet végül is rajzolni. Úgyhogy mondom, nagyon-nagyon jó egyébként ez a füzet, és hát binges, amit nagyon szeret, úgyhogy ezt is végül is csak ajánlani tudom, mert ez kocsiban is jó, ha nagyon vigyáz arra, hogy máshová nem kerül a toll, mert azért ez nem törlöd le mindenhonnan, a könyvet kivéve kb. Tehát ez azért fűztól. Utolsó könyv, ami kint rotáláson van nekünk, szintén autóban is használjuk, az a mágneses. Bármilyen mágneses könyvet csak ajánlani tudok, az oldalak mágnesesek, és tapadnak rájuk a mágnes, hát mondjam azt, figurák, és akkor szépen kiveszed a bácsit, és itt van, hú, itt mennyi homok van, és akkor jön a markolóval, és akkor felveszi a sok homokot, itt egy homokbucka, jó, itt a teherautó pedig szállítja, amiket már viszi, amiket összeszedtek. A másik oldalon a homokot már a hajó viszi tovább, meg több oldal van. És akkor szépen lehet sztorizgatni, beszédfejlesztés, új szavakat megtanulni, meg hát eleve nagyon jól leköti a gyereket. Úgyhogy ezt is mondom, az asztalkánál szoktuk. Úgyhogy mágneses könyvet is szívesen csak ajánlani tudok. És akkor most nézzünk be a rotálás a nem rotálás alatt levő tevékenységek, játékokhoz. Ebbe tartjuk a többi bogarat, meg a többi dolgot, tehát amikor ezt már nem nagyon rakja, felveszi le, nem nagyon érdeklődik, csak díszként van fent, akkor mindet levesszük szépen, berakjuk és kivesszük az új bogarakat, állatokat belőle. Ezt a társasjátékot születésnapjára kapta, az a feladat, hogy ilyen kis jégkockákat összeraksz, van hozzá egy pörgető, és ahol megáll a pörgető, azt a szint kell a kis csákánnyal, jégcsákánnyal leütni. És akkor ez elkezd vele kopogni, és nem szabad, hogy leessen a kutyus figura róla. Ő még nem ezzel játsza, még ő nem tartja be, hogy most csak a fehéret lehet, csak a kéket. Ő csak elkezdi kop-kop-kop leütögetni a jégdarabokat, és akkor bum, leesett a kutyus, júj! És akkor újraépítjük, és újra csináljuk. De nagyon-nagyon jó amúgy ez a társasjáték. A következő, ezt szintén már másfél éves korra óta megvan, sőt, lehet már hamarabb megvolt. Azt tudom, hogy másfél éves korra óta biztos, hogy megvan, az ez, hogy fűzős játék. Gyöngyökkel is jön, az mai napig el van téve, és nem is fogom elővenni. A gyümölcszöldségek viszont nagyobbak a darabok. Mindjárt megmutatom nektek. Tehát ezekből is tudna lenyelni, de csak együtt játsszuk, mert valamint manapság már semmit nem vesz be a szájába, tehát nem is kell úgymond aggódnom, de mondom, együtt játsszuk. De ha nektek olyan a gyerek, csak az ilyen nagyon-nagyon nagyokat, és nem kerekeket hagyjátok kint akkor. Elég 5 darab is ahhoz, hogy megtanítsátok fűzni. Nekem mondom már, nem is tudom, hány hónaposan már tudott fűzni simán. Cérnára, meg ezt is tudja fűzni, a sünit.
legelőször ezt mutattam meg neki, hogy a sünit hogy kell fűzni, és akkor jönnek ilyen fejű fűző tűkkel, úgymond szépen bedugod a lyukon, és áthúzod, és megint a gyümölcsöket ugyanígy ráfűzöd szépen. Nagyon-nagyon szereti, oda van érte, és nagyon sok gyümölcs nevét megtanulta vele. Szintén csak ajánlani tudom. Kettő fűzővel jön, szóval például ezt együtt szoktuk csinálni, de mondom, ez eszméletlenül veszélyes, ha olyan a gyereketek, tehát legyetek vele, és úgy csináljátok. Vagy ne adjátok oda, amíg nem tudjátok, hogy beveszi a szájába, vagy sem. De egyébként jó ötlet, vagy ha bevesz mindent a szájába, akkor csak a kis sünikét fűzzétek most még. És majd ráértek akkor fűzős játékot 2 éves kor után. Hát ezt is oda van érte a gyerekem, 3:1 játék. Méghozzá olyan, van egy fatörzsünk, kis lyukakkal a kukackáknak, és van az alja, ami pedig kicsi, nagy, még nagyobb répáknak van. És meg kell tanulni, hogy melyik répa melyik lyukba megy. Ez kisebb, nem, az oda túl nagy. Tehát nagyon jó ez is beszédfejlesztésre, valamint finom motorika, meg ugyan blokk nagyon jó tevékenység. És akkor összerakjátok a fát, felveszi a kukackát, bele kell találnia, még az elején kézzel csináltam, már most simán megcsinálja így, és szépen bele kell tenni a kukackákat mindet a fába, utána megfordítja, és itt is végig kell rakni, meg ha akarja, ugyanúgy a madárkával veszi ki. És akkor almácskák, mondom, be vannak számozva, mágnesesek, és szépen felpakoljuk az almácskákat a fára. 1, 2. Az a tüskejáték. Ez is szintén 1,5 éves kortól bőven mehet, mert nincs olyan kis darab benne, hogy lenyeljék. Ezt is csak asztalnál csináljuk. Ezt is csak asztalnál, és akkor szépen kreatívan lehet építgetni. Imádja, úgyhogy már most majd fog kapni még egy nagyobb szettet, mert ez csak ez a pár darabos ilyen kezdőkészlet, tehát ebbe tényleg csak pár darab van, csak pár darabot lehet belőle csinálni, úgyhogy most olyat akarok, amiben tudjátok, vannak a bábukfejek, vannak a kerekek, és akkor több dolgot fog majd tudni belőle csinálni. És Mr. Krumpli fejet tartjuk itt, imádja, jesszus, bármit lehet belőle építgetni. Ez egyébként már szintén 1,5 éves korától megvan, és nagyon ügyesen össze is rakja a kis potétóhedet. Az a feladat, hogy beszurkálod végül is a szemét, száját, ilyesmi, fülét, kezét, és akkor összerakod belőle. Van kalapkája, amúgy a kalapszót ebből tanulta meg, klapka, úgy mondja a kalapot. Van lábikója, nadrágja, kalapja, mindene, szemüvege, bajusza, csak az ebbe van benne, a fejbe tartom, hogy elférjen. Úgyhogy ebből van lányos is, csak ajánlani tudom, mert ez nem lenyelhető egy darab sem belőle. És ez már mehet simán 1,5 éves kortól nyugodtan, hogy összerakja. De akár 1 évesen is szerintem már ő érdeklődött volna ez iránt. De 1,5 éves kortól minden. Hát és akkor végül is ennyit a kreatív sarkunkról. Remélem, hogy hasznos volt nektek ez a videó is. Ha kérdéseitek vannak, mint mindig, tegyétek fel nyugodtan Facebookon, Instagramon, vagy ide a YouTube alá is tudtok írni. Egyébként iratkozzatok fel a csatornámra, hogy mindig lássátok a legújabb videóimat, de követhettek Instagramon, vagy Facebookon is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!